A kastély 1740-es évekbe épül, gondolhatod, hogy lovetta az volt rendesen, és hoppá, Bubika, mit csináltál? Ma. Na, tessék, anyukám, már szipolunk. Tehát mit mondtam? Ja igen, hogy 1740 körül épül meg ugye a kastély. Később alakítják ki ezt a, ezt a kápolna részt, ugye, amit itt mutattam neked. Néznek, szerencsére ezek a kályhák azért megmaradtak. És Mayhofer András az, vagy Mayerhofer András az, aki a kastély terveit elkészíti, ugye általa épül meg. Most amit akarok mutatni, csak most itt zárva van az a park, csak mindjárt leállítom a kamerát, anyikám, egy kisnők figyelnek, jobbról balra várjál már. Egyébként egy ilyen francia kert van, ugye, ami azt jelenti, hogy itt nyírják jobbra balra ugye a növények. Ő első Grassalkovics Antal, nagyon fontos személy volt ugye a kastély életében, parancsait meg harmadik Károly portréja, ugye a svéd harmadik Károly Kammem, aki vonult Törökországból ment, és úgy ment föl Svédországba, és megállt Budapesten. Törökországból idáig 3 hét alatt jutott el. Itt van Mária Terézia, ugye, akivel stúdva volt, ugye Grassalkovics Antal, az egyik leggazdagabb magyar főúr volt ebben az időszakban. Ő pedig Lotaringiai Ferenc, Mári Tereznek a férjura. Amit láthatod, ugye Sziszit, ugye ez egy nagyon meghatározó épület az életében, nagyon sokat járt ide. Egyébként később eladják a Grassalkovics család, ugye Grassalkovics Antal unokája, később eladja, és a Szina, a sinabárói család. Család veszi meg ezt az épületet. Egyébként ugye negyedik Károly is hosszabb időt töltött itt. Utoljára egyébként Ferenc József, akkor már Sziszi nélkül, 1911-ben tartózkodik itt a kastélyban. Most egy ilyen részt, mert itt elég sokan vannak, nem tudom neked mutogatni, nem akarom, hogy benne legyenek le, lehet a idegben, kezem így szólálnak, hogy a Grassalkovicsék, hogy ezen. És aztán Horthy Miklós átveszi a helyet pihenőhely, úgy látszik, hogy minden rezsim átveszi ezt a kastélyt magának alálidegben. Így nézhetett ki annak idején az épület. Látod, most ide betereltek, most átmegyünk egy másik zárba, ne lepődjél meg. A lényeg az, hogy 1944-ben a Berezit olyan sok bútort, és egy jó nagy részét itt el is pusztítják magában az épületben. Látod megint Grassalkovics Antalnak ugye a portréját, kérlek, szeretettel. Ja, azt nem tudom, mondtam, hogy 44 után, ja igen, elpusztítják, és a szovjet katonák egyébként traktornak, laktanyának és istálónak használják a kastélyt. Most nézd meg ezt a szép goblányt. Ez például egy ilyen barokk díszítés, látod? Látod anyukám, dagadt kis angyalkákat? Halálbarokkos. Ezt így nézd meg. Na most akkor megyünk tovább, gyönyörű a parketta. Azt is azért meg kell mutatni. Hát nagyon szomorú, hogy nem sok minden maradt föl ezekben a kastélyokban, de ezt most legalább felújítják, hiszen, hogy mindenki mondja, hát miért ne legyenek ezek a szép épületek felújítva. Attól nézd meg, egy ilyen részkarc, ahol ugye Sziszi és a család Ferenc Józseffel itt puposítja magát a kastélyban, nagyon kedvelte. Egyébként azért kedvelte Erzsébet királynő ezt a kastélyt, egyrészt szabadon kijárhatott lovagon. Másrészt ugye távol volt Bécstől és a bécsi a spanyol etikettől, tehát itt teljesen normális életet tudott élni. Itt van Erzsébet királyné magyarországi mítosz, a Wittelbach Erzsikéről beszélünk, de jövő tovább, na itt minden róla szól. Egyébként nagyon érdekes, de valahol olvastam, hogy most elárverezték a kis kokainos készletét, mert hogy így valahogy így tolta magába az őrületet. De hát erről most nem beszélünk, de hát akkor ez nem volt egy tiltott dolog. Íme néznek az uralkodói pár. Az, hogy Horthy rendezvényeket is tartott itt, tehát hogy már is mondom neked, azt mit mondtam? Parancsolj. Mondtam, hogy Zolnai. Hát ott inkább olyan szemem van te, mint a szász. Komolyan mondom. Jövöl tovább. Ez az északi szár. Az északi szárban régebben a honvédelmi minisztérium alakított ki raktárbázist, el tudt gondolni. 85-ben kezdik el felújítani magát az épületet, és pötyi újítják föl. Nem kapkodták el. Aztán a kastélyt 1990-ben hagyják el a szovjet csapatok, ekkor teljesen kiürül, 94 végére,
És akkor a 94-től a Gödöllői királyi kezdték közhasznú társaság koordináltak, ekkor még nem volt átlökve itt ilyen alapítványba. Gyönyörű az épület, nézd meg. Várjál már, anyukám, nem tudok itt zajongani. Mutatom neked, itt van, nézd meg, Rudolf a trombol öngyilkos lesz. Ez pedig tudod, a Stefánia, a kis belga nő, akit eljegyez. Nem tudom, figyelsz, hallgatod, amit én itt mondok. Oda néz, itt van a főhercegnő Gizella. Aztán Mária Valéria is, de nézd meg, hát mit akarsz még ezen kívül? Ugye azt mondtam neked, hogy megépül 1743 körül, megépül a barokk színház. Az megvan neked? Ja nem 1743-ban a Lovarda, és 1780-ban épül meg a barokk színház. Ilyen toszkán oszlopszóral meg mindennel. Tehát nem tud elgondolni, hogy itt miféle, micsoda fölhajtász volt itt eszem. Na de ez a Szina család. Az a Szina család egyébként, az a család, ez egy bárói család, egy kereskedő család volt, tehát ilyen inkább újnemesnek mondanám őket, akik egyébként lökték bele ebbe a lóvét, és 60-ban, az a 60, várjál, már itt sokan vannak, nem tudok jabálni takar. Na, most akkor itt vagyunk a Mária Terézia szalomban. Na most az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye férfiágon ki fog halni a Grassalkovics család 1841-ben. Na most amikor kihal a Grassalkovics család, akkor lányágon megvásárolja, amit mondtam neked, Szina Simon, aki nagyon meghatározó, egyébként azt hiszem, hogy egy ilyen török vagy görög származású kereskedő család, és egy belga banktól vásárolja meg, mert ja, Amerikán ezt az egyik Grassalkovics eladta egy belga banknak, ugye ezt a kastélyt, a birtokkal mindennel együtt, és a Szina családhoz kerül, akik egy meghatározó, nagyon gazdag mecénás család, ezt már is mondom neked, amit neked tudni kell, bubiót nyomja, nézzek. Ez a család részt vett, körülbelül ők voltak azok, akik a legtöbb pénzt beleadták a Lánchídnak a felújításába, vagy felújításába, jó nézzek ki, hülyeséget beszélsztél a felépítésébe, azt is nagy összegekkel támogatja, igazgató tanács, tag, minden, tehát egy óriás mecénás, tényleg ezt a barokk kályhát. Az a lényege, hogy ezeket a kályhákat hátulról fűtötték. Nem tudom neked megmutatni, ott látod? Ezek mind hátulról van fűtve, tehát nem a szobából, hanem hátulról anyukám fűthette a személyzet. Tehát ki volt itt minden találva. Szóval ez a Szina család lesz az új tulajdonosa, akitől majd jóval később a magyar állam megvásárolja, és akkor NASA ajándékba odaadják, ugye, mondjad már, Erzsikémnek meg a Ferikémnek, jó pofa vagy. A Grassalkovicsok után jöjjön itt egy kis Habsburg, nézd meg, Mária Henriett főhercegnél például. Itt is értek, kérlek, szeretettel. József főherceg fia, József Ágost. Az August, maga József főherceg, milyen jó nézett ki 1876-ból, István Nádor portréját, anyukám olyan klasszik Habsburg feje van, itt van Mária Dorottya főhercegnő, kérlek szépen, József Nádor, ő is halál Habsburgban van, ez is egy klasszik Habsburg arc, nézd meg, pedig ez Alexandra Pavlova, József Nádor első felesége, tehát akkor még csak nem is Habsburgos, nézd meg őt, tehát jövök tovább, mutatom neked. Itt vagyunk, Sarolta belga királyné, hát szegény ő ment hozzá, ugye a Rudolfhoz, aztán hallottad, Miksa főherceg, halál jól néz ki. Anyukám, Mária Ludovika, második Lipót felesége. Hát jó, jó néztél ki, aranyanyám. Második Lipót, tehát ő második Lipót, és ő volt a neje. Ezen kívül itt van Ferdinánd, toszkán nagyherceg. Itt egyébként mindenki Habsburg. Most nézd meg ezt a gyönyörű herendi vázát. Mi más lenne? Nézd meg, gondolhatod. Második Ferenc császár, kérlek szeretettel 1824-ből, de jövünk tovább, Mária Terézia özvegyként, hát itt már elég volt kenődve meg kell hagyni. Nagyon boldogtalan volt Mária Terézia, miután a férje meghalt, és ez a fia második József, ő volt Mária Antoinette-nek a testvére, az 1771 után készült ez a kép. Jövöl tovább, és itt van Mária Karisztina főhercegnő a 18. században, itt van,
és itt van, nézd meg, Mária Terézia és gyermekei. Itt láthatod, és akkor ott megyünk, amit akartam mutatni, látod, ezek a gyönyörű kályhák itt voltak fűtve. Tehát ezen a részen lehetett őket fűteni, és most itt átpincizem magamat, amire a kisnő mindig ki van akadva, itt a butikba, el tudod képzelni. Itt nincs név, fogalmunk sincs, hogy ő kicsoda, ő viszont ugye Lotaringiai Ferenc általa, és általa jött létre, és alapították meg a Habsburg-Lotaringiai házat. Ezt kell tudnod követőnek, rajongónak. Mária Terézia, magyar, oppa, ez cseh király, valamint osztrák koronázású, nem tudom micsoda. Tehát ennyi, amint neked tudnod kell erről az egészről. Ez egy halál franciás, bejártuk akkor a végének egy nagyon fontos része. Továbbiakban annyit tudok neked mondani, hogy takarj, gyere le Gödöllőre. Még érdekes a kastély, titkos élet 1950 és 90 között, ha falak mesélni tudnának, azt mondja, hogy nézd meg, 44 december megszállt a szovjet hadsereg kastély főépület, most ezt itt mindent leírom, ezt neked nem olvasom el. Azt mondja, az utolsó lakók is kiköltöztek a hetes szánból, kirőtöttek a kastélyt, megkezdődött a helyreállítás, és nézzük, milyen élet volt itt. Hogy, ezt most meg tudom neked mutatni, hogy hogy tették tőle. Idősek, kastélya, parancsol. Ilyen élet volt itt a kastélyban. Látod, Gödönbe főztek. Hát ez a könyvtárszoba, nem tudom, hogy hol van. Nézd meg, időszak otthonaként is működött. Szóval elképesztő, hogy mi lett a vége ennek az épületnek. Hát új burtorzat, új korszak köszöntött ugye a sátó életében, amelyek megérkeztek anyukám, mert mégis csak a szovjet hadsereg itt elszállásolta magát. Valamilyen oknál fogva a szovjetek imádták ezeket a kastélyokat feldúlni. Tehát ne kérdezz meg, hogy miért, de ez nekik nagyon, ez nagyon cipálták. Megjelentek ugye a kommunista bűnözők is, természetesen mondanom se kell, és minden, ami szovjet, amit szét lehetett verni, azt szétvertek, de hát ugye minden megszállás erőszak. És itt van most egy makett, amit én neked meg tudok mutatni halásztúzba, és ez a rész szerintem a lovarda, vagy lehet, hogy ez már nincs, és mit tudom én, valamelyik a lovarda. Azt még tudom, hogy valami nagy koncertek szoktak itt lenni a nyáron. Nézzük. Most így néz ki. Nézzük, föl van újítva, de ilyen volt 90-ben. Tudod, szép lassan újítsák fel a kastélyt. És itt van ez a bizonyos barokk szín. Ami történik itt, azt mondja, feneketlen kú, de ezt mondtam neked, Bubi, hogy ide fölállol, és olyan, pedig, hogy nézzük, vissza lenne vége, miután egy 20 cent is lehet ez a dobogó, látod? És fölfelé úgy szintén, mert ez ilyen LED lámpák, látod? Hogy ez a létra olyan, mintha végtelenségig menne, miközben ez egy ilyen 30 centi, látod? Ezt kell nézni. Bubiko. Látom. Figyeled, hogy mi folyik egy gyöngyös patán? Édesem, olyan előkelő helyre jöttünk. Itt mindenki van írva, Rács illúzió, mit kell tenned, és akkor leírja, hogy neked mit kell tenned, hogy te értsed ezt az ábrát. Látod, általában gyerekeket hoznak. Az a lehetetlen villa. Kérlek szeretettel, ez a lehetetlen villa, figyeljed meg. Azt mondja, fénykép illúzió, ez itt egy fénykép illúzió. Voltak, kérlek szépen, domborodó négyzetek, kérlek szeretettel. Halál érdekes ez az egész. Na már a kis fiatal kanimán mondta, hogy nézzek itt, mi nem Vazarelli? Halál Vazarelli az egész. Ez is milyen jól néz ki, azt mondja, hogy lehetetlen háromszög. Figyeljé oda. Halál pupos, középen megnézek egy Dávid csillag. Jól nézzel ki, anyukám. Nézzek, itt már egy, na őket már kidobták. Itt az van, hogy meg tudod fotózni a gyerekeket, mintha a házfalon lógnának. Azzal látod? A két pincurkák, miközben itt vannak, így készülnek a hollywoodi produkciók, látod? Halálidegben. És itt megint csak egy háromszöget láthatod. Hát figyelj ide, nézd meg! Kanik, nézlek, te jó Isten! És már feküdni fog, és csimpaszkodik egy házfalon, mint a hollywoodos lenne. Kisnőt meg lehet kérdezni, na,
ez mi? Azt mondja, nézd meg, a mestova, hogyan működik ez? És akkor itt leírják, hogy ez hogy működik, és mit, hogy kell fotózni. Vannak kolléganők, akik lefotóznak. Tehát, hogyha minden jól megy, akkor mi ott fogunk mindjárt feküdni, Bubival, nézd meg, már izgul, mert most nagyon pipa lehet, hogy a 2-6 éves gyerek van ott, és nem ő. Várjuk, hogy elmenjenek a 6 évesek, és mi is csimpaszkodjunk? Jó. Na, pillanat, mindjárt, mi? Na, nézd meg, itt van. Itt van a Benny. Na, Benny, kér, majd le... Most már... Jó pofa. Jó nagyon pofa, jó pofa, majd figyelj, amikor ott csüngünk az édesanyja mellett. Na, na, mi a trükk? Tükör, így van egy tükör. Kipróbáltad? Mi a trükk? Na? Na, és akkor gyere ide. Igen. Itt a háromszög. Wow. Innen egy tükör. Ja, és így van, egy tükör van berakva. És ezért háromszög. Illusion, parancsolj. Már mutatom is. Igen. És ő már ott is van, Bubi már csünk a falon. Mondtam, hogy ki fogja próbálni. Benny, ha gondolod, kapaszkodj a lábába. Várjál, Benny, odadom. Jó. Rávertél a kalapáccsal az ujjadra? Á, igen. Nézd meg, hát Benny, hát nézd meg, hát figyeljél oda. Jó, figyelj, és akkor ott oda nézzetek föl. Oda föl, figyelj, Csaba, oda néz. Nagyon jó. Amúgy csinálok képet, várjál? Azaz, nagyon jó. Jó lesz, meg vagy. Megy a videó is. Egyre nagyobbak. Jó. Ami szimmetria, illúzió, oda beállsz a végébe. Nem az, aki kell nyújt, igen, ki kell nyújt a lába. Igen, állj be a végébe, igen. Nem, az egyik lábad a földön legyen. Igen. Egy ilyen szimmetria, az úgy, most jó. Most ez nagyon pulpos, mutasz, úgy. Te Jézusom, azért belőled egy is elég, Bubi, ne jöjjed már félre, de akkor most ott feszítsél, feszítsed a kart, és így szimmetria illúzióba, úgy, így, úgy nézek, mit Mórikája magát, nézek, áll, hát ezt nem hiszem el, Bubika nyomja, te kezded el, hogy ezt mondja, jaj Istenem, hát remélem, azt mondják, hogy neked, reméljük, nézzek, mindenki 4 éves, hát nem véletlenül a Bubival jöttem. Nézd oda, bármi is legyen itt. Infinity room, have a look. Empty room. És itt vagyunk, nézzek. Wow, Dávidból és Cilából ennyi sem elég. Da-da-da-da, nézzek, pörögjébe velem. Hát ezért ennyi sem elég belőlük, nézzek, és meg egy Cillál is van. Te nagyon nyugodjál meg, takaki. Mi nem látszik? Gyönyörű. Hogy mozog? Te nem eszel arra le? Nem. Én meg a másik irány. Ja, mert igen, én arra zuhanok le. Jézusom, te! Bubi! Hát ez órja. Te jó Isten, van, én nem bírok elő lejönni. Jézusom, ez... Hú, te tényleg olyan volt, mintha mozogna. Vigyázz, anyám, lezuhansz! Nézz oda! Jézusom, várj, én ebbe bele szédültem. Az öreget miért kellett ide fölhozni? Hát nem is értem. Nézd meg, állítólag hírement, hogy itt van az öreg Cila, itt ide lőtte. Mondom, hogy mindent megrángatta. Nézd meg, én így állok itt. Várom, hogy ő ezt megfejti. Engedd ide ezt a 3 éves kislányt, ne hülyeszkedjél már. Teljes idegbe vagyunk. Nézd. Én is így fogok rohanni utánad, mint ahogy az a kis anyuka rohan. Így kell rohanni. De hát az anyuka
Anyuka nem a kislányát nézve próbálja terelgetni. Mutatok neked mindenféle érdekes. Jézusom! Ja, ez egy papának a keze, jó nézel ki. Innen nem látod szemét, majd itt az öreg, nézel? Nézel? Szerintem ezt ilyen izére, ilyen hipnózisra is tudnám használni. Meg ezt is. Melyik hipnotizálnálak téged? Hát engem most már egy éve hipnotizálsz. Hát, várjál. Azt mondja, bőség szép, ugye, vagy hát francia. Bence, ez nem te vagy a képen? Ez itt nem te vagy? Ugye? Én vagyok a reklámban. Nézd meg, hogy bele reklámozzák az egész. Állj oda a Benji mellett, lássák, hogy... Mert így látod, ott van a Gubi a Benjivel, és itt a Benji így össze lett nyomva egy székre. Hát látok ilyen képet? Hogyne, akkor mindent akarunk, Benji, a morális kereteken belül én. Csabi, vagy te állsz? Melyik legyen? Hát Csabi ül. Hát ott elüldögél, én majd állok. Jó. Én majd állok. Az a szék? Akkor álljatok, majd én megcsinálom. Persze, hogy te. Nézzek, már intézem a fiatalembert a Bubinak. Várjál!